Mai témánk Amerika. Az urak elkészítették az előételt, mi pedig készen állunk a kóstolásra. Nézzük, hogy sikerült. Nagyon kíváncsi vagyok, melyik a jobb. Laci kicsit szokatlan módon készítette a hamburgert. Mihály pedig tejbeáztatott kukoricapelyhet készít egy gyümölccsel. Hölgyeim, kóstoljuk meg a mai remek műveket. Nekem ez nagyon ízlik. Ízlik? Ön húsimádó? Egyáltalán nem, ellenkezőleg. Szinte alig eszem húst, de ez remek. Igaz, én főételnek fogyasztanám, nem előételnek. De remek. És ön, Rátka? Remek, szaftos a hús. Régóta vágyott egy jó hamburgerre, igaz? Igen, kiböjtöltem. Azt hitte, hogy Laci főételnek készíti. Igen, természetesen. Igaz, nem főételnek kaptam, de egyszerűen remek. Haladjunk tovább, és kóstoljuk meg Mihály kreációját. Ez nem előétel, ez reggeli. Önök szerint is? Én már láttam, milyen jól főz Mihály, ezért most nagyon undok leszek. Ez nem előétel, nem is reggeli. Egyáltalán nem szép a díszítése. A kukoricapehely már teljesen szétázott. Ez nem tetszik. Hallották az értékelésünket? Most adunk egy kis időt, hogy a konyhában rendet rakjanak, és folytatjuk, mert az urak elkészítik a főételt. Uraim, 30 percük van, hogy elkészítsék a főételt. Ehhez sok sikert kívánok. Kérem, tegyenek ki magukért. Mihály, azt javaslom, hogy mivel a középdöntőben vagyunk, és a korábbi versenyzők lényegesen jobbak voltak, használja ki a lehetőséget és álljon a sarkára. Mutassa meg, hogy mire képes. Következzenek tehát a főételek. Felkészültek? Kezdhetjük? Igen, felkészültünk. Fél óra. Kezdjék el a főzést most. Olyan receptet választottam az amerikai konyhából, ami egy kicsit keveredett a mexikói konyhával. Mézes fokhagymás csirkeszárnyat készítek, hozzá töltött tortillát. A tortillát megtöltjük pikáns babbal. A babot pirított hagymával elkevertem. Piros és sárga paprikát, zöld babot és egy friss chili paprikát adtam hozzá. Ehhez a keverékhez hozzáadjuk a főtt babot. Nem szokványos húspogácsákat. Egyfajta fasírtokat készítünk. Darált húsból, mogyoróhagymából. Tettem bele rozmaringot, köménymagot, fekete borsot és természetesen sót. Annak érdekében, hogy a keverék sűrűbb legyen. Ezért zsemlemorzsát is kevertem bele. Biztos vagyok benne, hogy jól sikerül. Előkészítettem a mexikói tortillát. A tölteléket kétféle paprikából, hagymából, főtt babból és zöld babból készítettem. Valószínű észrevették, a tortillákkal kissé meggyűlt a bajom. Ügyeljenek arra, hogy a tortillát gyorsan kell megpirítani mindkét oldalról, így kialakul benne egy zseb, és könnyű szétnyitni. Valószínű kapható ennél jobb minőségű tortilla is. Kettőt vagy hármat ki kellett hajítanom. Ez egy tanács volt a nézőknek. Otthoni körülmények között ez valószínű nem lenne probléma. Ezzel tálalom a csirkeszárnyat mézes fokhagymás szósszal és csilivel. El is készültek, így mehetnek a tányérba. Nem szokványos fasírtokat próbálok készíteni. Rozmaringgal, zsemlemorzsával, fokhagymával, hagymával, borssal és köménnyel. Amerikai burgonyát készítek hozzá. Díszítésnek sárga színű paprikát és kígyóuborkát használok. A fasírtok már úgy néznek ki, hogy elkészültek. Meg is kóstoltam, és jól sikerültek szerintem. Lecsepegtetjük róla a felesleges olajat. Ez Amerikában természetes. Amint megszabadultunk a felesleges olajtól, elkezdem az amerikai burgonyát. Uraim, még fél perc van hátra. Kérem, gyorsan fejezzék be a munkát, mert amint kimondom, hogy állj, le kell tenni mindent a kezükből, és jövünk kóstolni. Visszaszámolok. 5, 4, 3, 2, 1, állj. A fasírt forró. Értem. Tényleg nagyon forró. Van, aki forró szereti. Egyetértek.
Nekem kicsit száraz. Nekem is, ebben egyetértünk. Nekem nem ízlik a burgonya sem. Valami még kellene hozzá. És önnek, Ratka? Nekem nem ízlik a fasírt. Van benne valami fűszer, ami nem illik bele. Rozmaring. Nem tudom, nem sikerült meghatározni. Ez egyáltalán nem az az íz, amiről a darált hús jut eszembe. Ez volt tehát Mihály értékelése. Köszönjük. Menjünk tovább Lacihoz. Első pillantásra nagyon jól néz ki, remek. Az íze, bevallom, nekem nem tetszik a bab. Érdekes, de én sokkal erőteljesebbre számítottam. Ezért főleg magamon csodálkozom. Valami hiányzik. Talán só. Nem tudom mit, de még szívesen éreznék valamit, mert nem eléggé jellegzetes. Ön szerint, Ratka? A bab kiváló, de a szárny nekem is íztelen. Kicsit befejezetlen. Sajnos fél óra alatt nem lehet megoldani. Ennyi volt, ez benne a csapda. Ma is láthattuk, hogyan küzdöttek a versenyzők az utolsó pillanatig a középdöntőben. A feladat, az amerikai konyha nem olyan egyszerű, mint gondolnánk. Én azt reméltem, hogy az urak kihasználják északtól délig egész Amerikát, hogy végig mennek mind az 52 államon. Először úgy tűnt, nagyon meglepődtek, de aztán összeszedték magukat. A legnehezebb részen, a főzésen már túl is vannak. Elkészítették az előételt és a főételt is. Hátra van azonban még egy rész, a kisfilmek bemutatása, melyekben elmondják a gasztronómiához fűződő viszonyukkal kapcsolatos gondolataikat. Nézzük meg először is, hogy Laci mit gondol. Első konyhai élményem. Szerintem az egész gyerekkoromat ott töltöttem, születésemtől fogva. Gyakran főzök otthon a makrobiotikus japán konyha ételeit is. A változatosság kedvéért. Nagyon szeretem a hagyományos konyhát, a cseh, szlovák, magyar, lengyel, egy szóval a monarchia konyháját. Szeretem ezeket a házias ételeket. Remek étel a sült kacsa, a palacsinta, a savanyú káposzta. Tudom, 10 éves koromban pörköltet főztem. Nem tudom, jó volt-e, de az biztos, hogy 10 évesen már meg tudtam főzni az egyszerű házias ételeket. Mindig főzök, ha tudok, naponta legalább egyszer. Szeretem, ha főzés közben van mellettem valaki, mert akkor az egyfajta csapatmunka, közben lehet beszélgetni. Mindig, ha 2 vagy 3 ember főz együtt, akkor a számukra élmény, hogy együtt főztek. Rám a legnagyobb hatással a nagymamám konyhája volt, mert falun nőttem fel, a konyhájában. Biztos vagyok benne, hogy a konyha ízei, ahol felnőttem, megmaradtak bennem. Tehát fel tudom idézni, el tudom készíteni, tudom, hogy milyennek kell lennie. Ez a konyha, a hagyományos paraszti konyha volt rám legnagyobb hatással. Szívesen kiegészítem az ételeket a szezonális fűszerekkel, szárított gombával és az egyszerűen elérhető fűszerekkel. Láthattuk tehát Lacit. Most nézzük meg, milyen Mihály és a gasztronómia viszonya, mikor kezdett el főzni, sőt, talán elárulja azt is, honnan volt az első receptje. A legkedvesebb ételeim az olasz, a görög és a cseh konyha ételei. Szeretem a húst, a marhát, a sertést, a csirkét, a pulykát. Szeretem a halakat is. Először akkor főztem, amikor megtanultam járni és egy kicsit beszélni. Naponta 3-szor főzök. Magamnak és a kutyámnak. Szeretem a gyorsan elkészülő ételeket, a salátákat, no meg a cseh mártásokat. Szeretek egyedül főzni, amikor senki sem zavar a kérdéseivel, akár kapcsolódnak a főzéshez, akár nem. Engem az zavar. Egyszerűen szeretek egyedül nyugodtan főzni. Előkészítem, semmit sem felejtek ki. Minden időben is jól készül el. A legkedvesebb ételem a csirkeszelet és a sült csirke. A jó konyhának egyik feltétele a jó technikai felszerelés, a jó műszaki berendezések. A másik fontos feltétele a jó alapanyagok kiválasztása és előkészítése. Minőségi és friss alapanyagok. Szeretem a tengeri sót, a fokhagymás sót, a színes borsot, a fűszerek közül még a sáfrányt, az oregánót, a bazsalikomot és a kakukkfüvet.
Ők voltak a középdöntők utolsó szereplői, Laci és Mihály. Szerintem a döntés most sem lesz egyszerű, bár nekem már van sejtésem, akár csak a zsűrinek. Értékelni fogjuk, hogyan szerepeltek a versenyzők a kamera előtt, hogyan néztek szembe a kamerával, hogyan próbálták meg elmagyarázni a nézőknek, mit is főznek. Azt is értékeljük továbbá, hogyan főzték az előételt és a főételt, sőt, még a kisfilmekről is véleményt mondunk. Elsősorban azt figyeltem ebben a fordulóban, hogyan kommunikálnak a kamerával. És azt kell mondjam, Laci jobban teljesített, mint Mihály. Ami nagyon meglepett, mert Mihály egy jó kiállású fiatalember. Köszönöm. De nem nagyon néz a kamerába. Tulajdonképpen annyira lefoglalja a főzés, annyira belemerül, hogy nem kommunikál a nézőkkel. Ezen a jövőben nagyon sokat kell változtatnia. Laci, mivel profi szakács, valószínű nem küzd annyit a főzéssel, ezért jobban is kommunikál. És ez ma engem nagyon meglepett. Rátka? Hasonló a véleményem. Mihály esetében már számoltam is. Egy perc alatt háromszor nézett a kamerába, egy-egy szemvillanásnyit. A múltkor másképp volt, tehát semmiféle fejlődés nem mutatott az előző fordulóhoz képest. Nem mondom azt, hogy ma nem tudom, ugyanis nagyon határozott véleményem van, egyetértek a zsűrivel. Mihályt küldeném ma haza. Ez persze még nem a végleges döntés, hiszen a zsűrivel még félrevonulunk tanácskozni, és mérlegelünk minden szempontot, mit láttunk ma, mit hallottunk, néztek eleget a kamerába, hogyan főztek. Úgyhogy még lehet, hogy fordul a helyzet. Akárcsak a korábbi részekben, ma is el kell búcsúznunk az egyik versenyzőtől, a másik pedig tovább jut. Jirzsina, megvan az eredmény? Igen. Fordult a helyzet? Meglátjuk. Uraim, Laci és Mihál, kérem fáradjanak ide. Önöktől pedig kérem az indoklást, vagy röviden a végeredményt. Lacinak van saját témája. Így Lacinak lesz lehetősége a saját műsorra. A továbbjutó Laci. Köszönöm. Gratulálok, Laci. Köszönöm. És önnek is, Mihál. Köszönöm, és gratulálok. Számított rá, hogy továbbjut? Most egyáltalán nem gondoltam erre, mert ez a legkellemetlenebb téma volt nekem. Miért? Nem szereti Amerikát? Nem szeretem Amerikát, az amerikai konyhát. Remélem, hogy ez nem kerül adásba, semmi kötődésem hozzá. Adásba kerül. Akkor nyugodtan elmondhatom, hogy nem szeretem az amerikai konyhát, sem az amerikai életstílus. Ennek ellenére kitűnően megoldotta a feladatot. Találkozunk a döntőben. Mihály, még egyszer köszönöm a részvételt. Sajnálom, hogy a mai feladat nem sikerült. Ezt gondoljuk, hogy el is mondtuk. De szerintem, ha legközelebb is jelentkezik és tanul a mostaniakból, sokkal jobban megy majd. Az élet nem habos torta. Megkérem a zsűrit is, hogy fáradjon ide és gratuláljon. Mi pedig legközelebb az utolsó részben találkozunk. Ez a rész nagyon izgalmas lesz, ugyanis ez lesz a döntő. A döntőben Daniel, Mariana és Laci versenyeznek. Nagyon érdekel, hogy kiesik majd ki, és kinyeri el az abszolút chef címet, és ezzel együtt a saját tévés főzős műsort. Kedves nézőink, búcsúzom önöktől! Down the supermarket aisle, well I hardly know your face. Oh yeah, you bring out the need in me. A magyar változat munkatársai: Jászberényi Ilona, Hamvas Dániel, Tóth Imre, Derzsi Kovács Éva, Árvai Zsuzsa. A magyar változatot a TV Paprika megbízásából a Masterfilm Digital készítette.